Bágyis Zsanna vagyok. E néhány pillanatot a köszönetem és hálám tolmácsolására szeretném felhasználni, a teljesség nem lehetséges. Köszönöm a szakadáti német nemzetiségű önkormányzatnak és polgármesteri hivatalnak, hogy segítségükkel évekig szexárdiként szervezhettem a művészeti táborokat. Köszönöm a decsi katolikus közösségnek, hogy a Megváltás című táblaképemet ajándékként elfogadták, és méltónak találták a templomukban való elhelyezésre, amit a megyés püspökkel fel is szenteltettek. Nagy hálával említem a Bukovinai Székelyek Szexárdi Egyesületét, amelynek tagja is vagyok. Nincsenek székely gyökereim, és a velük való beszélgetések kapcsán kaptam nagyon sok ismeretet és tudást a hagyományaikról, szokásaikról és a felmenőik bukovinai, bácskai és magyarországi életéről. Ebből az anyagból születhetett meg a Balladát éneklő című könyvem, ami róluk szól. A könyvből készítettem egy adaptációt, amit a prózakörünkkel nagyon sok alkalommal és helyen előadtunk. Itt a feladatom a kiállítás látványterve és felrakása, valamint a prózakörünk felkészítése volt a nagy színpadon előadott székelykeresztelőre. Mindkét eseményünknek a kulturális központunk biztosított méltó helyszínt. Jó együtt dolgozni a maroknyi székelydalkörünkkel és prózakörünkkel olyan programok létrehozásán, mint az Arany János emlékévre készített műsorunk, vagy a Városi Karácsonyon előadott verses programunk volt. Erős a kötődésem Szexárdhoz, és köszönöm a Teremtőnek a sok jó társat, akikkel talán példát mutathatunk, mert jó itt élni ebbe a városban, hiszen adott a tartalmas élet lehetősége a tettekkel élőknek. És talán gyermekeink is, unokáink is közösségek tagjai és építői lesznek, hiszen a jó közösségnek megtartó ereje van. Hálásan köszönöm, hogy méltónak találtak a felterjesztők, és méltónak ítéltek az elfogadók a közjóért megtisztelő díjra.